Még jó néhány évvel ezelőtt is meglehetősen nagy hírnek örvendett és rengeteg eladót, illetve vásárlót vonzott mezőkeresztesen a havonta megrendezett állat és kirakodó vásár. Mára azonban a városnak úgy szólván elúszott a vásártartási joga. Mindennek a legfőbb oka, hogy ma már lényegesen szigorúbb feltételekkel kell számolnia a településnek, ha valóban vásárt szeretne rendezni. Egy pályázati lehetőség nyomán azonban hamarosan ismét elindulhat az adásvétel a régi vásártéren. Mindenre mint egy 30 millió forintos támogatást nyert mezőkeresztes önkormányzata. Nem lustaság vagy nem törődömség volt itt az oka annak, hogy mostanában több éven keresztül már nem volt vásár rendezve, mert nem volt rendezhető. Tudnélik, ma már olyan egészségügyi, állategészségügyi, ANTS körbe tartozó hatósági eljárási szabályoknak kell megfelelni, ami már aztán eszméletlenül nagyon nehéz, hogy csak néhány példát említsek. A teljes bekerítettségtől, a, a fertőtlenítőn való átvonuláson, az elkülönít a, a külön ketreceken és különböző állatfajok elkülönítésével megoldottan az állatkiállítási lehetőségre felkészülni, állatorvosi elhelyezést biztosítani, hideg-meleg-vizes ellátással stb. stb. A, a parkolót kialakítani, a bebocsátás lehetőségét, a jegyszedést, a, a nem tudom micsodát hogy nagyon-nagyon nehézkes ez a dolog. Ha pedig minden a tervek szerint halad, és a munkálatok is időben befejeződnek, akkor az elkövetkező év első felében már ismét megtelhet a vásártér eladásra szánt portékával. Valószínű, hogy a jövő év tavaszára ez meg is oldható. Nem olyan nagy értékű, vagy nagy mértékű, értékbe értékben megvan, de nem annyira nagyon nehéz kivitelezni. Hát egy kis házikot kell építeni, ezt a mázsaházat, cédulaházat, most teljesen mindegy, hogy hogy nevezem, amelyben a vizes blokk elhelyezésre kerül, amelyel a, a, az orvosnak, a, a, piacfelügyelőnek az elhelyezését biztosítjuk, illetőleg hát a kerítések építése. Tehát nem, nem olyan nagyon nehéz megoldani viszonylag rövid idő alatt az építést. Amennyiben ezt most mondom ma szeptember közepén, hogy mondjuk kapnánk egy héten belül támogató határozatot, és megkezdhetnénk a munkát, akkor még ebben az évben is el tudnánk végezni, és akár már a tavaszi első vásárt meg is tudnánk hirdetni. De hát sajnos ebben nem így állunk. Mindenesetre a tény az tény, hogy reményeink szerint a jövő év első felében legkésőbb megépül, a feltételrendszer kialakul hogy mezőkeresztesen ismét állat és kirakodó vásár legyen, és reméljük fel tudjuk futtatni.